Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A második legnagyobb közszolgáltató cég az országban, amely jelenleg 240 településen látja el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat. A társulás valamennyi településén megoldott a szelektív gyűjtés, és két nagy, a kisvárdai és nagyecsedi telepen komposztáló üzemet is működtet. A társulás nemrég a megyei közgyűlésen számolt be munkájáról. Eberhard Gábor a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mindenek előtt tisztázzuk, hogy ez a 240 település ugye nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létezik, éppen ezért nem megyei a neve. Így van, a kezdeményezés annak idején 2006-ban az a megyei önkormányzat kezdeményezésével indult, a hulladékgazdálkodási társulás megalakítása, de a Borsod megyei részből, a Bodrog közből 11 település csatlakozott ehhez a társuláshoz, mégpedig azért, mert az ő ellátásuk innen műszakilag könnyebben megoldható, mint mondjuk Miskolc felől, a megyeszékhely felől. Mennyire jól kezelhető egy ekkora cég? Meg tudja őrizni a rugalmasságát? Én úgy gondolom, hogy kezelhető, kétségtelenül nehézkes, két dolgot ketté kell választani. Van egyrészt a szilárd hulladék gazdálkodási társulás, ami az önkormányzatoknak a társulása, az önkormányzatoknál megszokott döntéshozási mechanizmusokkal, és van az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft., aki a közszolgáltatást végzi a közszolgáltatókra vonatkozó jogszabályok alapján. Tehát a 240 önkormányzat lakosszáma körülbelül olyan 600 ezer, negyedéves szinten 150 ezer ingatlannál végzünk szolgáltatást. Én úgy gondolom, hogy ez kezelhető, ez egy optimális üzemméret, valamivel talán annál magasabb is, de egyértelmű az elmúlt évek változásából, hogy az országos hulladékgazdálkodási helyzet is ennek az állásnak a megközelítése felé halad. Azaz azt jelenti, hogy megyénként egy kijelölt közszolgáltató lesz, és ő végzi a teljes megye területén a közszolgáltatást. Hogyan sikerült megvalósítani és működtetni azt a projektet, amit ugye, mint említettem, még 2006-ban indítottak el? 2006-ra, ha visszagondolunk, akkor még nagyjából úgy működött a megyei hulladékgazdálkodási rendszer, illetve a legtöbb település esetében úgy működött, hogy a település végén volt egy szeméttelep, nevezzük így, a hetente egyszer, legjobb esetben hetente egyszer, de akár ritkábban összeszedett hulladékot, például oda kivitték, leborították, és ezzel meg is volt oldva a hulladékgazdálkodás. Akkor ugye a társulás tagönkormányzati polgármesterek, döntéshozók felismerték, hogy ez így nem a leghelyesebb módszer, éppen ezért Európai Uniós támogatásra pályáztak, annak segítségével gyakorlatilag 2010-ig sikerült kiépíteni a legalapvetőbb infrastruktúrát, ami szükséges ehhez, hulladéklerakók, hulladékgyűjtő járműveket beszerezni, szelektív gyűjtés feltételeit megteremteni, és 2010-től, 11-től mondhatjuk azt, hogy a megye gyakorlatilag valamennyi településén a jogszabályokban előírt azonos minőségű hulladék közszolgáltatás rendelkezésre áll, és a lakosok igénybe is veszik ezt. Mennyire veszi figyelembe ez a rendszer a környezetvédelmi szempontokat? Természetesen minden az aktuális jogszabályi, környezetvédelmi jogi szabályozásnak megfelelően került kiépítésre. Éppen ezért volt szükség például új hulladéklerakók építésére, amik megfelelő szigeteléssel rendelkeznek. De ez egy, ahogy a jogi szabályozás is egy folyamatosan változó terület, ugyanúgy a mi munkánk, szolgáltatásunk is változik. Például tavalyi évtől kialakult a hulladék kiegészült a hulladék mechanikai biológiai kezelésével, ami szintén egy aktuális elvárás. Ugye, mint hallottuk a felvezetőben is, komposztáló üzemek is létesültek. A megyében három komposztáló üzem működik, egy Kisvárdán, Nagyecseden és egy Nyíregyházán, tehát ez a szelektíven gyűjtött zöld hulladéknak a komposztálását végzi, és az biztos, hogy az elkövetkezendő években még éppen ezen a területen szükséges továbbfejlesztés is. Egyrészt a szelektív zöld hulladék gyűjtésének kiterjesztésével, több ingatlanra, több településre, illetve akár a háztartások kertben történő komposztálásának a támogatásával, tehát az otthoni komposztálással. Hol tart a lakosság szemléletformálása? Hiszen nem olyan régen még egyáltalán nem volt ez természetes, hogy létezik hulladékszállítás, és egyénileg oldották meg sok kis településen a szemétfeldolgozást vagy tárolást. Igen, szeretném azt mondani, hogy minden a legnagyobb rendben van, de sajnos ez nem így van. Ugye, ahogy említettük, végzünk szelektív hulladékgyűjtést is, ami a papír, műanyag szelektív gyűjtését jelenti.
a közszolgáltatónak ugye az lenne az érdek, hogy ez az anyag minél tisztábban, minél nagyobb mennyiségben kerüljön be a Nyíregyházán található hulladék válogatóba. Ehhez képest az összhulladék mennyiségnek kb. Olyan 10%-a, amit sikerül így szelektíven begyűjtenünk, és bizony ebbe a szelektív hulladékba, különös tekintettel a közterületen található hulladék szigeteket, sajnos nem csak a oda elvárt hulladék kerül be. Tehát az emberek egy része ezt, ahogy az előbb is említettem, sajnos szeméttelepnek tekinti, mindenféle olyan hulladéktól ott igyekszik megszabadulni, ami nem odavaló. Mi az, ami nem odavaló? Ezzel tisztában vannak egyáltalán a lakosok? Én úgy gondolom, hogy tisztában vannak, és a nagy többségre jellemző is, hogy ezt betartja, és annak megfelelően használja, csak az sajnos tisztán kell látni, hogy egy 1,1 köbméteres, gyakorlatilag tisztán gyűjtött papír és műanyag hulladékot, néhány zsák egyéb háztartási hulladék is úgymond tönkre tud szennyezni, gyakorlatilag értéktelenné teszi. Ennek az a következménye, hogy hiába gyűjtjük úgymond a szelektív hulladékot szelektíven, a 30%-a a válogatás során, mint haszontalan anyag, szennyező anyag ki kell, hogy kerüljön ebből a mennyiségből. Miután ugye a lakosság nem feltétlenül úgy gyűjti a hulladékot, ahogy az célszerű vagy megfelelő lenne, ez mekkora plusz terhet jelent a válogatás során? A teljes megyében begyűjtött szelektív hulladék az a nyíregyházi válogatócsarnokba kerül begyűjtésre, ahol ugye figyelemmel arra, hogy a papír és műanyag frakciókat még külön frakciókra kell válogatni, ez kézzel történik. Tehát jelen pillanatban az egyetlen hulladékválogató csarnok Nyíregyházán működik, napi 3 műszakban működik, olyan mennyiségű a begyűjtött hulladék, tehát azt is el kell mondanunk, hogy a tavaly és tavaly előtt évben kiosztott sárga, illetve kék szelektív hulladékgyűjtő edények segítettek abba a lakosságnak, hogy minél többen kapcsolódtak bele ebbe a rendszerbe. Tehát azt elmondhatom, hogy jelenleg olyan évi 10 000 tonnát gyűjtünk be ebből, de valóban azzal még komoly munka van hátra a szelektíven gyűjtött anyaggal is, amíg abból úgymond piacképes másodnyers anyag válik. Fordít-e elegendő figyelmet a társaság arra, hogy ezen változtassanak? Tehát valamilyen olyan marketing tevékenységet, vagy olyan... Csinálunk ilyet. Ebbe nagyon ügyes a cégünk alvállalkozó, a Nyíregyházi Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. Ők ezt nagyon jól csinálják. Igyekszünk a megye egyéb területein is segíteni a lakosságot a minél hatékonyabb szelektív gyűjtésbe, de azért sok munka van még ezzel, és valljuk be őszintén, hogy igazán sikeres akkor lehetne ez, ugye a magyar ember az a pénztárcáján keresztül fogható meg leginkább, tehát hogyha lenne a közszolgáltatónak a kezébe valamilyen olyan szankció, amivel rá tudná venni az adott ingatlant, az adott háztartást, hogy minél többet gyűjtsön szelektív hulladékként, és lehetőleg minél kevesebbet vegyes hulladékként. Ha már itt a pénz szóba került, mennyire fegyelmezettek a díjbefizetők? Azt látni kell, hogy jelenleg úgy történik a hulladékgazdálkodás finanszírozása, a közszolgáltatás finanszírozása, hogy 2016 első negyedévétől egy újonnan létrehozott nemzeti szerv, az NHKV ZRT az, aki közvetlen kapcsolatban van díjfizetés szempontjából a lakossággal, tehát ő hozzá folyik be a hulladék közszolgáltatásból származó díjbevétel. Ettől függetlenül van rálátásunk és munkánk ebbe a számlázási folyamatban, illetve a díjbeszedésbe. Tehát jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a megye egészére tekintettel, illetve erre a 240 településre tekintettel a díjfizetési hajlandóság olyan 85%-os. Akkor ezen még egy picit lehet javítani. Lehet javítani. Nagyon köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen.